Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban arról szeretnék beszélni, hogy szerintem milyen hatalmas kihagyott zicsereket hagytak ki a modellgyártók 2021-ben az újdonságaikból. Ez egy szubjektív lista lesz, nem vállalom azt, hogy minden tekintetben, minden részébe lefedném az aktuális kínálatot, illetve elsősorban a mávos dolgokra fogok itt egy pici hangsúlyt fektetni. Hát kezdjük is először, Tildig és a Rokónak is lehetősége lett volna, hogy a MÁV Start arculat frissített Rába Y kocsijait kiadja, ugye, hát nem exakt formában, hanem a jelenlegi Y kocsijaik átfestésében, ezt ők így kihagyták. Ugye gyakorlatilag a Quablának volt egy retro Y kocsija, abból volt ugye egy sorozata, több pályaszám is, viszont sajnos sem a Tillig, sem a Rokó nem ugrott rá, se a retro vonalra, se pedig arra, hogy kiadják ezeket az arculat frissített, ugye már alul-fölül végig fehér csíkkal rendelkező Y kocsikat, pedig azért elég sok futkos belőle Magyarországon, biztos lett volna piaca. Szintén a Tillig és a Rokó házatájáról egy ilyen kis hiányosság, a MÁV Start Y hálókocsija. Ugye ebből a Rokó és a Tillig is kiadta már azt hiszem a negyedik és az ötödik korszakost is, sőt a Rokónak most ugye a friss hungáriás szettjébe benne lesz egy negyedik korszakos, azonban valahogy a MÁV Startos verzió kimaradt továbbra is, viszonylag költséghatékonyan megoldható ennek a kocsinak a kiadása. Piko és Elemének szerintem a létező legnagyobb hiányossága az, hogy senki se ugrott rá a poznani lengyel AO kocsikra. BO kocsikból, BKO kocsikból van, viszont az AO kocsi, az első osztályú kocsi, az egyszerűen hiányzik. És itt most nem a MÁV Startosról beszélek, ugye ahol az NME kiadott többféle pályaszámot is, hanem a klasszikus 5. korszakos mávosról. Erre senki nem ugrott rá, holott viszonylag szintén könnyen megoldható lenne, akár az NME-nek, akár majd a későbbiekben a Pikónak, hogy egy egyszerű tampon módosítással 5. korszakossá varázsolja a kocsiját. A Rokónál már cikk száma is volt korábban a Halberstadti vezérlőnek, azonban ugye volt ott valami gebasza különböző szerszámokkal, meg aztán a német verziók is eltűntek a boltok polcairól, azonban mostanra újra lehet kapni a kis piros, illetve menta színű német vezérlőt. Hát valahogy a Rokó elmaradt azzal, hogy ebből elkészítse a mávos verziót, ki tudja, lehet, hogy egyszer ráharapnak, ki tudja, lehet, hogy egyszer lesz belőle valami, de egyelőre ez így elmaradt. A magánvasúti nohab mozdonyokat valahogy így eléggé hanyagolják. Megértem abszolút, hogy a magánvasúti mozdonyok úgy unblock kevésbé kelendőek, mint mondjuk a nagy állami vasúttársaságok mozdonyai, azonban szerintem egy abszolút reális dolog lehet mondjuk akár a Kárpát nohabos gépet kiadni, ugye abból is van többféle festési variánsú, meg volt is, akár másikakat. És itt most nem feltétlenül gondolok csak kizárólag magyarra, hanem azért külföldön is azért voltak ebből különféle festés variánsok. Szintén magánvasúti téren én a Rokó Pikótól hiányolom a magánvasúti M62-eseket. Itt ugye gondolok az olyanokra, hogy Kárpátvasút, akkor a V-hidas, most az a szép kék színű mozdonyra, illetve ugye amik még korábban is voltak, a hajdú festésű mozdonyra, stb. Tényleg ez egy eléggé réteg dolog, szerintem ezért is nem nagyon piszkálják, de azért szívesen látnék egy-egy ilyen mozdonyt, akár H0 méretben is. Az elején mind a három gyártó kihozta a saját Traxát, nagyon szépen belenyúltak, ha visszaemlékezünk, mindenki a 001-es pályaszámút hozta ki, ugye első volt az Acme, utána jött azt mondom, a Pico meg a Rokó nagyjából egy időben, és annyira sikeres volt a dolog, ugye évekig lehetett kapni ezeket a mozdonyokat, pont azért, mert annyi gyártó adta ki egyszerre ugyanazt a pályaszámot, hogy azóta igazándiból a Picon kívül senki nem foglalkozott startos Traxokkal. A Rokónak tényleg volt az az egyetlen egy kiadása, és utána így puff, el is tűnt így a nagy sötétségbe a
a MÁV-os, illetve startos Traxal, az Acme-nak meg állítólag idénre ígérik azt, hogy majd a kandós Trax, szintén ugye az egyes pályaszámú mozdony, hogy majd az jönni fog. Egyébként, hogyha annyira matricásat akart volna az Acme, akkor azért már messze keletkezett választék abból, hogy ne csak a 01-eset lehessen kiadni. A Lilliputra, ha rágondolok, egy hatalmas nagy lyuk tátong így a modellezés terén az én szívembe, ez pedig a kék színű Flirt, illetve ugye a gyeseves verzió is, illetve a Kiss. Hát a kék színű Flirtöket tényleg gyakorlatilag egy átfestés, számomra érthetetlen, hogy egy ekkora zicsert miért hagyott ki a gyártó, lassan ugye a nagyvasúton is be fognak kékülni, még a korábbi pirosak is, úgyhogy gyakorlatilag csak kékekkel fogunk találkozni előbb-utóbb. Érthetetlen, hogy az egyik legnagyobb Flirt üzemeltető vasúttársaság Flirtjéből miért nincs éppen aktuális verzió. Biztos vagyok rá, hogy lenne kereslet, látva azokat az árakat, hogy 250-300 ezer forintokért mennek manapság a kis piros Flirtök, hát nyugodtan belevághatna szerintem a Lilliput, valószínűleg hasonlóan a Giganthoz elég hamar elkapkodnák a 4-5-600 darabot is akár, amivel mondjuk egy ilyen eresztésbe ki szoktak jönni. Egy ismerősömmel beszélgettem a Kissről, ott sajnos reális az a helyzet szerintem, hogy a Lilliputnak lenne lehetősége rá szerintem, hogy ezt a motorvonatot kihozza. Kérdés az, hogy fognak-e vele foglalkozni. Én nem igazán látom őket, hogy nagyon ráugrottak volna így a magyar témára, úgyhogy hát remélem, hogy nem lesz igazam, és remélem, hogy majd egyszer azért fogunk látni a terepasztalon MÁV startos Kiss motorvonatot is. Átfesteni át lehetne jelenleg is a mostaniakat, de hát olyan irtózatos költsége van, hogy szerintem ezt egyik kis szériás se fogja bevállalni. Hát röviden erről beszéltem volna, ezek lettek volna a témák. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!